Az eddigi felső határ duplájára emelték a Széchenyi folyószámla hitel keretét. A bankok ezentúl 50 millió forintig fogadhatnak be kérelmeket a vállalkozásoktól. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iparkamarában is máig a legnépszerűbb termék a Széchenyi kártya folyószámla hitel. 2015. januárjától 2015. augusztusáig több mint 220 vállalkozót regisztráltunk irodánkban, a kihelyezett hitel összege pedig megközelíti az 1,4 milliárd forintot. Népszerűségének egyik oka, hogy 2002 óta működő konstrukciót folyamatosan fejlesztik a vállalkozások igényeinek megfelelően. Így az egyik legnagyobb változás ugye most történt, hogy azok a kis, közép- és mikrovállalkozások, akik legalább egy éves lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a korábbi 10 millió forint helyett 25 millió forintos hitelhez juthatnak, akiknek pedig már két teljes lezárt üzleti évük van, akár 50 millió forintot is igénybe vehetnek. Azt, hogy melyik vállalkozás milyen hitelösszeghez juthat, az adott cég gazdálkodási likviditási mutatói határozzák meg. A vállalkozásokkal folyamatos kapcsolatunk van itt a kamarában, illetve a kollégáknak is, és egy felmérés alapján volt erre szükség, hiszen a korábbi 25 millió forintos hitelkeretre úgy néztük, hogy már kevés. Voltak olyan vállalkozások, akik ennek megfelelően már több hitelhez is juthattak, ugye a vállalkozásoknak a gazdálkodási adatai alapján. A hitel futamideje egyébként 1+1 év, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hitelszerződés az aláírástól számít, egy év múlva lejár, azonban további egy évre meghosszabbítható, így a vállalkozás két évig tudja használni keretét.